Bár a Dramatyák színjátszókör által színpadra vitt Hófehérke és néhány törpe című musical bemutatója óta csupán 3 héttel telt, az előadás sokakat magával ragadott. Ha ő még nem látta, tekintse meg április 13-án vasárnap. Már a 7. előadás van mögöttünk, és talán nem szerintelenség, ha azt mondom, nagy sikerünk volt. Vannak gyerekek, akik 5-ször is eljöttek. Voltak szülők, akik azt mondták, már szinte utálnak, mert megvették a DVD-t, és azóta csak az hallható otthon. A gyerekek már fejből fújják. Vasárnap már sok vidám eset történt. A gyerekek javították ki a vadász szövegét, aki már néha elfelejti azt. Amikor Hófehérke átveszi a Sötétség királynőjétől a fűzőt, egyszerre kiáltják, hogy ne tedd. Úgy tűnik, hogy az előadással sikerült némileg pótolni azt az űrt, ami a gyermekelőadások kapcsán sajnos megvan. A szülők is örömmel jönnek el a vasárnapi előadásokra. Sokan közülük már többször is voltak. A 28 szereplő és a 8 technikus városunk határain kívülre is készül. A szomszédos Érsekújvár mellett Pozsonyba is fellépésre készülnek. A Radosini Naív Színház és fő képviselője Styepka úr már évek óta számon tart minket, amikor legutóbb itt volt, és ezt nem akarom elkiabálni. Szó volt arról, hogy 3 előadásra is sor kerülhet pozsonyi színházukban. Dolgozunk azon, hogy Nyitrán is felléphessünk, meglátjuk. Szeretnénk betartani a 26 előadásra vonatkozó ígéretünket. Komáromban iskolások előtt is fellépünk április 13-án és május 1-én pedig a nagy közönség láthat bennünket. Az április 13-ai előadás délután 16:30 kezdődik a Matica Szlovenská székházában. A május 1-i fellépés időpontja a Komáromi Napok programjának összeállítása után lesz ismert.